Lavrov Zelenszky hatalmának elvesztésére utalgatott, miközben a nyugati sajtó szerint az oroszok egy nagy támadásra készülnek. A lengyelek azt állítják, hogy elfogtak egy orosz kémet, a csehek pedig azt, hogy az oroszok lengyel, magyar, német, francia, belga és holland politikusokat befolyásoltak. A Stellantis csoport is 3000 munkahelyet szüntet meg, miközben egyre több európai nagyvállalat kényszerül elbocsátásokat eszközölni. Ez a hírmix az Ultrahang Plus nemzetközi hír összefoglalója. Szép napot, Túróczeri Hát vagyok. Ha még nem iratkozott fel a csatornánkra, úgy arra kérem, hogy ezt most pótolja. Ha pedig kíváncsi a világ nagyobb összefüggéseire, akkor iratkozzon fel az én csatornámra és túrószeri Hátéra. A linket megtalálja a leírásban. Miután az orosz választások legitimitását nyugaton és Ukrajnában is megkérdőjelezték, az orosz nyilvánosságban újra és újra előveszik azt a témát, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnök egyelőre nem akar választásokat tartani, márpedig a mandátum a május 20-án lejár. Az orosz kereskedelmi TV a RENTV műsorában az Izvésztje újságíróinak arra a kérdésére, hogy Oroszország vezetői el fogják-e ismerni Zelenszkit legitim vezetőnek ezután, Szirgé Lavrov, orosz külügyminiszter ezzel kapcsolatban a következőket mondta, idézem szó szerint. Ami május 20-át illeti, meg azt, hogy mi lesz május 21-én, először éljük meg azt a napot. Lehet, hogy nem kell majd semmit elismernünk. Nem először utalgatnak Oroszország vezetői arra, hogy valamilyen módon akár le is váltanák a vezetést Ukrajnában, illetve az is gyakran téma Oroszországban, hogy más ukrán döntéshozók is eltávolíthatják a hatalomból az ukrán elnököt. Lavrov mondatai még erősebbnek tűnhetnek, ha valaki a legnagyobb angol nyelvű médiumok cikkeit olvassa, vagy éppen megnézi az ukrán elnökkel készült friss interjút. Zekan, szerint Ukrajna nehezített helyzetben találja magát, hogy a tavasz beköszöntével újabb orosz offenzíva készülődik az ország keleti és déli frontvonalán. Az enyhébb időjárás és a tavaszi sár idéglenesen akadályozza ugyan a hadmozdulatokat, de ez csak átmeneti megkönnyebbülést jelent. Az orosz fegyveres erők túlerőben vannak, Ukrajna pedig lőszerhiányjal küzd, mivel az amerikai támogatásban lévő politikai padhelyzet és Európa segítsége nem elegendő a szükséges védekezéshez. Az Ukrán erőkelőt álló kihívások közé tartozik, az Economist szerint a további csapatok mozgósításának szükségessége és a frontvonalak megerősítése, mivel Oroszország arra készül, hogy újra komolyan nekiessen Ukrajnának. Volodymyr Zelensky ukrán elnök a CBS news adott egy interjút, és ebben azt mondta, hogy Ukrajna a tél során képes volt ugyan feltartóztatni az orosz előrenyomulást, de a közelgő nagyobb orosz offenzíva kapcsán aggódik, és szerinte ez május végén vagy júniusban fog kezdődni. Zelenski hangsúlyozta, hogy Ukrajnának sürgősen szüksége van további támogatásra, különösen Amerikából származó Patriot légvédelmi rakétarendszerekre és több tüzérségre. Figyelmeztetve, hogyha Ukrajnát nem sikerül megvédeni, oroszország idezen tovább terjeszkedhet Európában és akár az Egyesült Államokat is veszélyeztetheti. A hírmix készítésével egy időben érkezett az ukrajnai kazak nagykövetség üzenete, amelyben felszólították az Ukrajnában tartózkodó kazak állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el az Agyesszai és a Kharkiv területet. Érdemben nem részletezték, hogy miért. Az kijelenthető, hogy Kazasztán normális viszonytápol Oroszországgal, és talán logikusnak tűnik, hogy egy komolyabb támadás előtt odaszólnak egyes országoknak az oroszok. Közben úgy a nyugati, mint az ukrán sajtó megjegyzi, hogy az ukrán vezetés késlekedett a védelmi pozíciók megerősítésével és a további katonák toborzásával, hiszen a politikusok nem szívesen vállalták újabb félmillió ukrán férfi behívását. Az agencibiszpicsénztvevőv Nincs Nego lengyel belbiztonsági ügynökség bejelentette, ezt még nekem sincs kedvem mindig kimondani, szóval röviden. ABV, Lengyelbe biztonsági Ügynökség bejelentette, hogy sorozatban végrehajtott házkutatásokat és kihallgatásokat hajtottak végre Varsóban és Tihiben, egy olyan nyomozás keretében, amely orosz kémtevékenységre összpontosított Lengyelországban az Európai Unió tagállamai és intézményei ellen. Az akció során 48 ezer eurót és 36 ezer dollárt, valamint számos elektronikus adathordozót és mobiltelefont foglaltak le, amelyeket az illegális tevékenységekben való felhasználás Szántak. Az ABVO közleményében kiemelte, hogy a nyomozás nemzetközi együttműködés eredményeként valósult meg, különösen cseh partnerekkel koordinálva. Az együttműködés során leleplezték a Kreml által támogatott idézem orosz párti kezdeményezések és médiakampányok szervezésére irányuló tevékenységeket az EU országaiban. A cél a Kreml külpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása volt, beleértve Lengyelország nemzetközi pozíciójának gyengítését, Ukrajna diszkreditálását és az Európai Unió intézményeinek rossz fényben való feltüntetését. A jelentés szerint a tevékenység részeként egy voiceofeurope.eu nevű weboldalt is működtettek, amely orosz párti tendenciájú cikkeket, nyilatkozatokat, kommentárokat és interjúkat publikált az aktuális nemzetközi helyzettel, beleértve Ukrajnával kapcsolatban is. Az ABV szerint a január 19-én lezárult nyomozás során bizonyítékokat gyűjtöttek egy lengyel állampolgár ellen, akit orosz kémkedéssel gyanúsítanak. A cseh polgári hírszerzés is azt közölte, hogy egy Oroszország által szervezett befolyásolási és kémhálózatot fedezett fel, amelynek elsődleges célja az európai parlamenti választások befolyásolása volt írintve lengyel, magyar, német, francia, belga és holland politikusokat. A sajtó szerint a leleplezett ügynökök pénzügyi támogatást nyújtottak a német AFD párt politikusainak Prágában. A lengyel és a cseh kormány is azt kommunikálja, hogy a céljuk a Kreml által támogatott idézem orosz párti tevékenységek felfedése és megakadályozása volt az Európai Unióban. Az ABV további eljárásokat tervez a következő napokban. A lengyel és a cseh sajtóban megjelenő cikkek azt sugalják, hogy olyan európai politikusokról állítják azt, hogy befolyásolták őket az oroszok, akik jelenleg nincsenek domináns pozícióban Európában, vagyis ellenzékiek gyakran szélsőségesnek bélyegzettek. Oroszország az ENSZ Biztonsági Tanácsában megvétózott egy határozatot, ami a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság vagyis Észak-Korea elleni ENSZ szankciók betartását monitorozó szakértői csoport működésének meghosszabbítását célozta. A szankciók maguk továbbra is érvényben maradnak, ugyan, de ellenőrizni már nem tudják. Az orosz vétó következtében a szakértői csoport tevékenysége leáll, amint a jelenlegi mandátumuk április végén szintén lejár. Oroszország döntését a nyugati országok bírálták, azt állítva, hogy Moszkva így próbálja megvédeni az Ukrajna ellen felhasznált észak-koreától származó fegyvervásárlásait, ami sérti az en szankciókat. A koreai felszigeten fokozódnak a feszültségek, észak-korea nukleáris fenyegetései és a nukleáris képességű rakéták tesztelései miatt, melyek dél koreát az Egyesült Államokat és Japán célozzák. Ezekre válaszul a három ország gyakoribbá tette közös katonai gyakorlatait és frissítette elrettentési terveit. A biztonsági tanács 15 tagjából 13 támogatta a határozatot, Oroszország ellenezte, Kína pedig tartózkodott. Az orosz ENSZ nagykövet, Vasilinyi Benzne, a szavazás előtt azt mondta, hogy a nyugati országok megpróbálják próbálják megfolytani északkorát, és hogy a szankciók elvesztették relevanciájukat, illetve elrugaszkodtak a valóságtól a nukleáris fegyverek terjedésének megakadályozásában az országban. Az Egyesült Államok helyettes nagykövetve Robert Wood létfontosságúnak nevezte a szakértői csoport munkáját, és Oroszországot azzal vádolta, hogy megpróbálja elhallgattatni a szakértői csoport, idézem, független és objektív vizsgálatait, mivel azok az elmúlt évben kezdtek beszámolni Oroszország ENSZ Biztonsági Tanácsi határozatokat nyíltan megsértő tevékenységeiről. John Kirby, a Fehérház nemzetbiztonsági szóvivője élesen bírálta Oroszország vétóját, felelőtlen cselekedetnek nevezve, ami aláássa az észak kivetett szankciókat, miközben figyelmeztetett észak és Oroszország egyre mélyülő együttműködésére, különösen mivel észak továbbra is fegyvereket szállít Oroszországnak Ukrajna ellen. Az ENSZ biztonsági tanácsa 2006-ban észak első nukleáris tesztrobbantása után vezetett be szankciókat az országgal szemben, és az évek során többször is szigorította ezeket, Célozva a nukleáris és ballisztikus rakétaprogramok finanszírozásának csökkentését és korlátozását. Az utolsó ilyen szankciós határozatot 2017. decemberében fogadták el. A szankciók monitorozására létrehozott bizottság és a szakértői csoport megbizatását 14 éven át minden évben meghosszabbították mostanáig. A nyugati nyilvánosságban vannak olyan hangok is, amelyek szerint nem csak a saját fegyvervásárlásait akarja így megvédeni Oroszország, hanem egyszerűen így is kedveskedik észak korának amivel újra barátkozni kezdett. Krisztián és lett Lettország külügyminisztere bejelentette lemondását, miután kirobbant egy botrány, amely az ő miniszterelnöki időszakában történt repülőgép használattal kapcsolatos. A botrány az állami források állítólagos pazarlásának vágyát vetette fel ellene, amiért kormányzati küldetések során olyan utazási formát választott, amire nem lett volna joga, vagy legalábbis nem lett volna indokolt. Karens április 10-én távozik posztjáról, mivel április 11-én a lett parlament várhatóan jóvá hagyhatja az új külüminiszter kinevezését. A miniszterelnök és pártársa, Eljük a Szilénye miniszterelnök jelentette be Karincs döntését, miután megbeszélést folytattak. Szilénye szerint Karincs úgy viselkedett, mint egy tisztességes nyugati politikus, amikor úgy döntött, hogy lemond, hogy minden kétséget eloszlasson a helyzetben, és lehetővé tegye az ügykörüli nyomozási eljárások lefolytatását. Karincs gyakran szerepelt a nemzetközi sajtóban és itt a hírmixben is, nem csak azért, mert külügyminiszter volt, hanem azért is, mert a személye és az oroszokkal, és nem csak Oroszországgal szembeni retorikája és döntései még a nyugati országokban is kritikatárja volt. Épp az előző napi hírmixben volt szó szóval arról, tehát a lemondása előtti napon, hogy kiutasított egy újabb orosz diplomatát a rigai nagykövetségről. Christian Eskerins élete és háttere különösen érdekes. Ő az amerikai Egyesült Államokban született, tehát amerikai állampolgár is, és a Pennsylvaniai Egyetemen szerzett diplomát. Szülei 1944-ben, tehát már a szovjet csapatok jelenléte idején hagyta el ország területét, akik a náci Németországtól foglalták el országot. Krisztián és kerénys szülei, mint gyermekmenekültek, Svédországban nőttek fel, ahol megismerkedtek és összeházasodtak, majd az Egyesült Államokba költöztek. Apja, Uldis polgári mérnök volt, aki 1973-ban alapított meg egy mérnöki tervezési és felmérési vállalatot Amerikában. A most lemondott miniszter politikai pályafutása során több fontos pozíciót töltött be, beleértve a gazdasági miniszteri posztot is, mielőtt Lettország miniszterelnökévé vált 2019-ben. A Reuters arról számolt be, hogy az európai gazdaság jelentős lassulása mellett, amit az elmúlt időszak legmagasabb inflációja és az orosz-ukrán konfliktus is erősít, számos cég kényszerült munkahelyek megszüntetésére. A Reuters frissítette március 28-án csütörtökön azt a listáját, amely a bezárt vállalatokat és elveszett állásokat tartalmazza, és e frissítés után érkezett a hír a Stellantis cégcsoporttól, ami több európai automárkát foglal magában, hogy 3000 alkalmazott elbocsátására kényszerül. Itt a hírmixben csak néhány jelentős vállalatot említünk meg, amik létszám tájékoztattak a Reuters információi szerint. Az autóiparban például az Autoliv, svéd légzsák és biztonsági övgyártó, a Continental német gumigyártó, a Johnson Matthey brit autókatalizátor gyártó, a Michelin francia Oprons gyártó, valamint a Stellantis és a Volkswagen autógyártó óriások jelentettek be jelentős létszámcsökkentést. A Stellantishoz olyan márkák tartoznak, mint a Fiat, az Alfa Romeo, a Peugeot, a Citroën, az Opel, a Dodge vagy éppen a Maserati. A Volkswagenhez néhány más márka mellett az Audi, a Porsche, a Skoda, valamint a megszűnt spanyol Seat márka tartozik. Ez volt az első európai automárka, amely az orosz-ukrán konfliktus kezdete után megszűnt. A kiskereskedelemben és a fogyasztási cikkek piacán is jelentős leépítéseket jelentettek be, többek között nagy európai sörtgyártók mellett olyan cégek is, mint a Kiafo, az Electrolux és a Husqvarna is. Az ipari szektorban a francia Alstom és az indiai Tata hollandiai részlege is százakat bocsát el a Reuters adatai szerint. Az IT és technológia terén több vállalat köztük az IG Group, a Nokia, a Telefonica és a Vodafone is csökkenti alkalmazottai számát. Továbbá számos más cég, mint a Dan Marx, az Air a Barclays, az Deutsche Bank, a Finneste, a Rolls-Royce és a svájci UBS is tervezi az elbocsátásokat. Számtalan kisebb és közepes vállalkozás is csődbe ment, vagy dolgozókat bocsátott el az elmúlt években, különösen Szlovákiát érintette el súlyosan, de ezek a cégek nem szerepelnek a Rolls-Royce listáján, mivel nem minden adat gyűjthető össze, és a legnagyobb vállalatok elbocsátási adata is bőven elegendőek a, a trendbe mutatásához. Ezekről igyekszünk itt a Hírmixben is mindig beszámolni. Görögországban Larissa városában a rendőrök és a görög kommunista párt által támogatott tüntetők ütköztek össze, akik megpróbálták megakadályozni az Egyesült Államok katonai kadétjainak koncertjét. Az erőszakos tüntetés a West Point Lee Club, az USA Katonai Akadémiájának zenekari koncertje előtt történt, amely jelenleg Görögországban turnézik. A közösségi médiában megosztott videókon és fotókon látható, hogy a rendőrség könyvgázt vetett be a demonstrálók visszatartására a városi színház előtt, miközben a rendőrök több tüntetővel is összetűzésbe kerültek amikor azok megpróbáltak bejutni az épületbe. A tüntetés szervezői a görög kommunista párt ellenzi az amerikai csapatok jelenlétét Görögországban, valamint a görög katonai támogatást Ukrajna számára és az ország részvételét a nemzetközi tengeri biztonsági missziókban a Vörös-tengeren. Néhány nappal korábban szintén a görögországi kommunisták nekiestek a vasúti szerelvényeknek, amelyeken amerikai katonai eszközök voltak, és minimum összefirkálták azokat, ha nem is okoztak bennük nagyobb kárt. Ahogyan arról az előző hírmixünkben beszámoltunk, Baltimoreban egy híd összeomlott, miután egy konténer hajó neki ment. Biden amerikai elnök ezután azt mondta, hogy ő nagyon-nagyon-nagyon sokszor átkelt azon a hídon vonattal. A Fox News azonban megjegyzi, hogy ezen a hídon nincsenek vasúti sinek. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Szenegál, mint egykori francia gyarmat szintén nehéz időket él át. Az Afrika Intel szerint azonban most a szenegáli ellenzéki jelölt, Baszirudio Diomáje több mint 54%-nyi szavazatot kapott a szenegáli elnökválasztáson, míg a kormányzó koalíció jelöltje, Amadou Ba 35% szavazatra tett csak szert, és itt talán nyugalom lesz az országban. Az elnökválasztáson a szavazók 61%-a adta le a voksát. Ba és a többi 15 elnök jelölt közül többen is már elismerték győzelmét és gratuláltak neki. Valószínűtlennek tűnik tehát, hogy fellebbezzenek az eredmények ellen. Egykori francia gyarmatként nyugati jellemzők szerint fennállt a veszélye annak, hogy orosz párti pucs lesz ebben az országban is. Ez volt a Hírmix, az Ultrahang Plus nemzetközi hír összefoglalója. Ha tetszett, akkor arra kérem, hogy nyomjon egy lájkot, like ha pedig igazán tetszett, akkor küldj el az ismerőseinek is. Köszönjük szépen a figyelmet viszont hallásra!